Kedves látogatóink, szakmai közönség, barátaink, Garzium Régészeti Park és Szabadtéri Kiállítóhely területén állunk, egészen pontosan a látványraktárok mellett, egy belső udvaron, ahol szebbnél szebb római, illetve romanizált kelt a sírköveket, oltárkő töredékeket, faragványokat láthat a érdeklődő közönség. Helyenként még a korszak szokása szerint való festés nyomai is felfedezhetőek rajtuk. És ezen csodálatos műtárgyak között bújik meg az általam választott kedvenc tárgy is, ami pedig nem más, mint Kernunnosnak, a keltek egyik fő isten alakjának, a szarvas istennek oltárkő töredéke, ami itt a szemnél szebb faragások között felületes szemlélő számára eléggé elnagyoltnak látszódhat, viszont számomra rendkívül sok jelentéssel bír. Maga az ilyen jellegű asztrális szimbólum egészen Dél-Hispániától Észak-Britanniáig és Pannonia provincia ezen távoli szegletéig is megtalálható. Számomra ez a törzsek közti nagyon erős összefogást jelképezi, válasszák el őket bár provinciák közti határok, földrajzi határok. Ezen kívül a tárgy számomra nagyon fontos jelentése, hogy az eraviszkuszok, a területen élő eraviszkuszok, illetve egyéb kelta törzsek egészen a 3. századig megőrizték autonóm mi voltukat, holott gyakorlatilag beolvadtak, asszimilálódtak Rómában, mindazonáltal ez egy nagyon erős gazdasági, kulturális előnnyel is járt számukra, tehát a másik legfontosabb jelentése számomra, hogy mindig mindenek előtt az összefogást tartsuk szem előtt, hiszen az mindig erősebb, mint a széthúzás. És a harmadik, inkább érzelmi jellegű dolog, ami miatt ezt a tárgyat választottam, az pedig nem más, mint hogy legyen bármennyire is elnagyolt a kidolgozás, az oltáron egy hatalmas isten szimbólumát láthatjuk, így módon pedig sosem a kölcsény számít semmilyen tekintetben, így módon egy műtárgyán sem, hanem a belbecs és a jelentés, amivel a látogató számára bír. És hát reméljük, hogy hamarosan élőben is találkozhatunk újra önökkel, veletek kedves látogatóink, hiszen ti adjátok a munkánk és a kutatás lényegét és savaborsát. Köszönöm a megtisztelő figyelmet!